Köszöntöm a kedves nézőket! A múltkori mérkőzésből kiindulva egy elég szoros mérkőzésre számítok. Nem tudom, talán nem volt elég összeszedett a csapat, de úgy gondolom, hogy ezt most ki fogjuk küszöbölni, és maximálisan oda tesszük magunkat, hogy ez most ne forduljon elő. Hát tudnak meglepetéseket okozni, nagyon jó kapusuk van, úgy gondolom, a kora ellenére. Vannak nagyon jó lövőik, sok külföldi játékos, akit még talán nem ismerünk annyira. Úgy gondolom, hogy rájuk kell jobban odafigyelni. Egy BVSC meccsen sérült le az ujjam. Már a meccsen éreztem, hogy komolyabb baja lehet, de szerencsére volt új védő, ezért végig tudtam védeni a mérkőzést. Azóta is járok vele kezelésekre, és úgy gondolom, hogy már maximálisan jól fogom tudni védeni a szentesi mérkőzést. Hát természetesen győzelemmel. Nagyon örülök, hogy újra lehetőséget kaphattam a kezdőcsapatban, és remélem, hogy ezt maximálisan ki tudom majd használni és bizonyítani. Rendben, nagyon szépen. Köszönöm és sok sikert! Köszönöm szépen! Köszöntöm én is a nézőket. Hát nagyon várom, hogy legyen egy olyan edzés, ahol teljes létszámban tudunk készülni. Hát úgy készülünk a viccet félretéve, ahogy az ilyen szerkezetű csapatoknál ez megszokott, tehát az Euroliga hétvége után ugye a játékosok egy része elment a különböző válogatottakhoz, itt volt ugye a többség felnőtt válogatott, ugye kerettag, illetve hát volt utánpótlás válogatott is edzés is, úgyhogy az elmúlt két hétben kicsit rugalmasabban kellett az edzésprogramot is összeállítani. Hát nagyon várom a holnapi napot, hogy már 95%-ban itt legyen a csapat minden tagja. Ugye holnap már megérkezik Vivian Szevenics is, és ugye Bex Parks is, aki ugye Csabai Dórával karöltve hárman ők ma pihenőt kaptak, ugye a Európa Kupa hétvége miatt, és ugye szerdán érkezik hozzánk újra Megi Stephens, úgyhogy a szentes mérkőzésen már leszámítva az apróbb, nagyobb sérüléseket kompletten tudunk kiállni. Az ilyen erősségű vagy szerkezetű csapatoknál ez egy megszokott dolog. Én feltételezem, hogy esetleg a többi országban is hasonló feladatokkal küzdenek, vagy megoldandó helyzetekkel szembesülnek az edzők, illetve a játékosok. Én nagyon bízom a csapatba, és hát nagyon várjuk a következő meccset. Hát nagyon kell figyelni a szentesieknek a centerjátékára. Én nem tudom, hogy ez miből fakad, de szentesen mind férfi, mind női szinten mindig nagyon jó centerek vannak. Ezt én már megfigyeltem az elmúlt sok évtizedben. Úgyhogy a centerjátékukra mindenféleképpen nagyon kell figyelni, illetve ellenünk nagyon jól védekeztek lent szentesen, és igazából váratlan és bravúr gólokkal tudtuk megfordítani a mérkőzést. Úgyhogy én nagyon bízom benne, és nagyon remélem, hogy a csapatom nem gondolja azt, hogy hát az csak egy decemberi meccs volt, és majd itt esetleg a dresszek bemennek és megnyerik a meccset. Én személy szerint egy kőkemény, nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A szentes tele van nagyon veszélyes játékossal, vagy azért, mert nagyon rutinos, nagyon képzett játékos, vagy azért, mert nagyon jó képességű fiatal játékos, aki nagyon motivált, és hát nem beszélve a három kiváló légiósukról, emellett ugye egy jó kapus teljesítményt is tudnak hozni, úgyhogy komolyan készülünk a szentes mérkőzésre, nem várok könnyű mérkőzést.